Sziasztok, üdv újra a csatornán! Eljött a nap, nekiállok a konyhaszekrénynek. Eredeti terv, ami természetesen változott már vagy ezerszer, az volt, hogy a Dulux konyhafestékét fogom használni, le is foglaltuk, és úgy volt, hogy Zsoltiát is veszi, csak mikor már Zsolti úton volt a boltba, akkor hát egyre több negatív véleménybe futottam bele, úgyhogy végül a másik festék mellett döntöttünk. Mutatom, hogy melyik mellett. A Trinet Aqua zománc festék mellett döntöttünk végül. Árban majd, hogy nem ugyanannyi, mint a Dulux, kicsivel olcsóbb. Viszont erről sokkal több pozitív véleményt olvastam. Ugye a Dulux az viszonylag rövid ideje van a piacon. Láttam egy videót, ahol a kopásállósága sem annyira volt meggyőző, meg rengeteg idő, mire ténylegesen megszáradt, szóval inkább ez mellett döntöttem. Ezt akár még játékra is lehet használni, ez magas fényű és fehér színű, reményeim szerint 2 réteg elég lesz belőle. Ugye egyelőre csak a felső részét fogom a szekrénynek lefesteni, az alsó része elvileg marad barna, aztán hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Illetve ehhez alapozót is használok, ugye a Duluxhoz elvileg nem kell alapozó, ennek annyi a hátránya, hogy ehhez kell alapozó, jesszusom, de hangos alotti. Szintén Trinet Aqua univerzális alapozót, fehér színűt választottam. Azért aqua, mert ugye a vízbázisú festéket, egy az, hogy vízzel lehet higítani, hogyha szükséges, én nem tervezem higítani, illetve ez nem büdös és gyorsan szárad, úgyhogy ez beltérre mindenképpen szerintem jobb verzió, főleg úgy, hogy beltéren is fogom festeni, azért is van letakarva itt az asztal, hogy ne az asztalt kenjem össze. Igen, nagyjából ennyi. Ezt 1 rétegben fogom felrakni rá, ezt 2 rétegben, aztán meglátjuk, lehet, hogy kell majd neki egy 3. réteg is. Illetve nem vettem bútor gombokat, mert hogy én nekem... Ilyenek a bútor gombok, ez egy műanyag, de az ezüst színével nem voltam megbarátkozva. Ami nekem nagyon tetszett, az az ilyesmi bútor gomb az IKEA-ban, az a fekete. Na most, mivel mostanában nem készülök IKEA-ba menni, ezért úgy döntöttem, hogy lefújom a bútorgombokat. Ez szintén magas fényű, fekete ilyen lakspré. Ebben fogom őket lefújni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Itt többféle verzió van, hogy hogyan festi ezt az ember. Először is egy jó alapos tisztítás kell, neki mindjárt leszerelem itt az ajtókat, és jó alaposan megtisztítom, hogy muszáj zsírtalanítani. Aztán én nagyon finom réteggel, egy 180-as csiszoló papírra egy picit átcsiszolom, portalanítom, és akkor utána jöhet az alapozó réteg. Van az a verzió, amikor az emberek fogják, és leszedik a fóliát, viszont mint láthatjátok, így már láthatjátok. Szóval, mint látjátok, nekünk a fólia teljes mértékben jó állapotban van, tehát, hogy nem jön le sehol, úgyhogy ezt nem is fogom leszedni. Illetve azt beszéltük a Zsoltival, hogy ha esetleg nagyon elrontom az egészet, és undorító lesz, akkor leszedjük a fóliát, és újra festjük úgy. Szóval így annyira nem lesz gáz, hogyha esetleg mégse sikerül, de hát akkor álljunk is neki. Először is abban kezdem, hogy lecsavarozom az ajtót. Itt is sokat gondolkodtam, hogy hogyan csavarozzam rá, aztán úgy döntöttem, hogy ezt fogom innen kivenni, és akkor nem fog bezavarni a fém rész. Vettem ciffet, nem nagyon szoktam ilyesmit használni itthonra, de most ugye fontos, hogy teljes mértékben zsírtalan legyen a felület, úgyhogy most ebben fogom jó alaposan megsikálni. Na, meg vagyok a tisztogatós résszel. Nem mondom, hogy nem volt fájdalmas, amikor éppen csiszoltam a konyhabútort, mert hiába tudom, hogy most le fogom festeni, meg felújítom meg minden, azért kicsit olyan érzésem volt, hogy úristen, épp most teszem tönkre a konyhabútoromat. Na mindegy, szóval zsírtalanítás, csiszolás, portalanítás meg volt, így elvileg semmi por nincs rajta, úgyhogy jöhet az alapozás. Én az alapozót hengerrel fogom felvinni, illetve a festéket is.
az ezekben a részekben, meg valószínűleg egy kisméretű ecsetet fogok használni. Na, lássuk. Amúgy a festéshez velúrhengert ír, de én használtam már velúrhengert, és nekem nagyon-nagyon nem volt jó, én ezt nem szerettem. Ó, nagyon jó a tapadása. Oda nézzetek, milyen szép. Ez ugye az alapozó réteg. Ó, jó lesz ez. Ugye az ilyen pöttyös. Hát persze, szívem, mert ez csak egy alapozó réteget ad meg. Ugye majd, ha megszáradt az alapozó, ennek is 4 órát ér szeredési időnek, utána az alapozót is meg kell majd csiszolni. Jó móka nézni téged. Micsoda? Jó móka nézni. Jó móka nézni anyát? Jó, ezt most nem csinálom olyan precízen, mint láthatjátok, de hát ennek most... úgyis tök mindegy, ez csak egy alapot ad. Szóval ezt is majd meg kell csiszolni, és akkor utána mehet rá a festékréteg, és ugye mindegyik festékréteg között is csiszolni kell majd a... Látjátok, ezért szeretem amúgy a szivacshengert, mert jól belemegy a részekbe, annak az ajtókat is ebben festettem. Jó, mert... ide mikor ide költöztünk? Annyi, hogy ugye át kell húzni, hogy mindenhol szép, szép egyenletes legyen. Tudom, hogy ott nem csináltam még meg, szívem. Esküszöm, a kibepakolás további tart, mint maga a festés. Amúgy már meg is tárat, de ugye várok vele, hogy meg lehessen csiszolni, és szerintem kap majd még egy réteg alapozót, úgy döntöttem, mert nagyon kevés kellett amúgy csak hozzá. A szekrények belsejét nem festem le, tehát abban nem fogom húzni az időt, csak a külső látszó területet. Most azért kellett amúgy visszapakoljak, mert amíg szárad, addig ígértem a lányoknak egy pogácsát. Úgyhogy visszapakoltam, pogácsát csinálok, aztán kipakolok, és megint festek. Úgy így néz ki az egy réteggel. Itt ugye annyira nem vigyáztam az alapozóval, hogy csíkos, nem csíkos. Szóval azért így néz ki, mert hogy ez még úgyse számít. Lehet, hogy a végére, majd meglátom, hogy fed, mert az ajtóknál nem volt szükség velúrhengerre, ugye, mint említettem. Ők 2 réteg zománc festéket kaptak tavaly, és szép egységes felületük lett. Majd meglátjuk. Van itthon velúrhenger, szóval, hogyha úgy látom a második rétegnél, akkor cserélek egy hengert. De szerintem nem lesz gond. Jó lesz ez, jó lesz ez. Több mint 2 órát száradt, ugye 4 óra száradási időt ír, de itt volt a klíma alatt, úgyhogy nagyon hamar megszáradt, mert meg is csiszoltam, ez így látszik rajta. És úgy döntöttem, hogy kap még egy réteg alapozót, mert bőven van alapozó, és ma úgyse fogok tudni ennél a 3 ajtónál többet megcsinálni, úgyhogy időm, mint a tenger, most van 1 óra. Úgyhogy kap még egy réteg alapozót, az is egy 2-3 órát hagyom száradni, megint jön egy nagyon enyhe csiszolás, és akkor jöhet is majd rá a szín. Úgyhogy most jön az alapozó 2.0. Na most nagyjából 3 órát vártam, ugye így néz ki a második réteg alapozás után. Ismét lecsiszoltam, portalanítottam, és most következik az első réteg festék. Este 7:30 van, és készen vagyok a harmadik rétegem. Mondjuk itt a szélét most elfelejtettem lefesteni. Így megvárom, amíg a harmadik réteg itt megszikkad, megszárad, és akkor lefestem majd a széleit is. Kellett az a 3 réteg, tehát 2 az határozottan nem volt elég, ott átvérzett még. Ez a 3, ez viszont már elegendő. Így messziről nézve nagyon-nagyon jól mutat. Kicsit közelebbről nézve azért itt-ott... még azt mondanám, hogy talán még egy negyedik is elférne, de majd így messziről nézzük. De tényleg ahhoz nagyon-nagyon nézni kell, hogy esetleg az feltűnjön. Közben elkezdtem lefújni az a gombokat. Kiderültem úgy, hogy ez nem is műanyag, hanem fém. Szerintem nagyon-nagyon jól fog mutatni, viszont nem jól csináltam, mert így felhólyagosodott. Úgyhogy mondta a Zsolti, hogy ezt majd holnap lecsiszolja, és akkor megcsinálja nekem még egyszer. Szóval kellett a 3 réteg, ehhez a 3 ajtóhoz plusz a szekrénynek ugye az oldala, az alja, ennél a 3 ajtónál, meg ugye ott körbe az a rész, körülbelül 1/4 festéket használtam el, 2 dobozzal vettem,
hogy vettünk, úgyhogy szerintem elég is lesz a teljes szekrényre az a kettő doboz. Nekem nagyon tetszik, én amúgy elégedett vagyok vele. És ecsettel nem lett olyan szép, úgyhogy ezt nem is nagyon használtam. Az ecsetet csak arra használtam, hogy amikor itt be a mélyedésbe ugye kicsit megült a festék, akkor ecsettel könnyebb volt kiszedni, de alapból ezt a szivacshengert használtam, és nagyon szép. Itt amúgy látszanak még ilyen kis valamik, mint láthatjátok, de ezek megszáradnak, akkor majd nem fognak látszódni már. Úgyhogy elégedett vagyok, majd egyben megmutatom nektek az egészet, és remélem, hogy holnapra szépen kikeményedik, és akkor vissza is rakhatjuk. Ugye a teljes keményedés, így azért egyszerűbb, a teljes keményedés az 1-2 hét, tehát ugye fel lehet rakni, megszárad, lehet használni, de ahhoz, hogy akár súrolószerrel is át lehessen rajta menni, ahhoz azért 1-2 hét kell, úgyhogy most egy kicsit óvatosabban kell majd vele bánni, de szerintem határozottan jobb, mint ahogy kinézett. Én mindenképpen fehéret szerettem, tudom, hogy sokaknak már elege van, hogy mindenki fehér bútort szeret, de nekem egyetlen egy oka volt ahhoz, hogy fehér bútorunk legyen, hogy viszonylag pici a konyha, és hát ugye a fehér szín az picit esztétikailag tágítja a teret. Ez a barna konyha szekrény, ez ebből a szempontból sem volt ide jó, meg hát alapból nem szeretem ezeket a nagyon sötét bútorokat. Úgyhogy most megyek, lezuhanyzok, ezek itt pihengetnek, aztán még lefekvés előtt mondom a széleit lekenem, és akkor holnap folytatom ott a sarokkal. Ezt nem hiszem, de végre elkészültem. Most kedd van, nem, szerda, már szerda van, és úgy döntöttünk, hogy az alja is fehér lesz. Hát ott még van javítani való, mert tegnap elkezdtem ugye felsikálni a padlót, mert itt-ott lecsöpögött a fehér festék, még látszik is egy-két helyen, és hát nem volt még megszeredve a festék, úgyhogy szépen le is sikáltam onnan az aljáról, úgyhogy azt még javítani kell. A gombok így feketére lettek lefújva, illetve ide raktunk egy új fóliát. Hát, hogyha nagyon közelről nézi az ember, mondjuk ennyire közelről, azért látszanak kis apró hibák, de a végeredménnyel én nagyon elégedett vagyok. Ami még vissza van itt a konyhával kapcsolatban, az a pultnak a lecserélése, meg egy új mosogató tárca, illetve hát a radiátor csere, ami elvileg pár héten belül már meg is lesz. Én nagyon elégedett vagyok a látványa, tényleg maga a konyha is sokkal világosabb lett, jobban illik a bútorokhoz is, úgyhogy hát egy év, és végre elkészültünk. Folyamat ugye az volt, hogy jó alaposan zsíroldoztam, aztán lecsiszoltam a felületet, kapott egy réteg alapozót, megszáradt, csiszoltam, még egy réteg alapozó, megszáradt, csiszoltam, és utána jött 3 réteg festék. Én a festék rétegek között már nem csiszoltam, tehát ahhoz már nem volt nekem energiám, de nagyon, nagyon jó. Olyan 3 napig még, ahogy így nyitottuk a szekrényt, lehetett hallani ilyen kis ragacsos hangot. 3 nap után már elmúlott, ugye most már csak alul ragad egy picit, de így, hogy ugye mindig úgy csináltam, hogy este volt ugye az utolsó festés, és reggel szereltük vissza, így teljes mértékben kopásálló volt már, tehát a visszaszerelésnél már nem volt probléma. Mondom, hát este, amikor elkezdtem lecsiszolni itt az alját, ahol összekentem a padlót, ott viszont még nem volt megszáradva teljesen a festék, ott azért sikerült lekapni. Egy doboz alapozót használtam el, és másfél doboznyi festéket. Az ajtókkal annyira nem is volt probléma, tehát hogy az volt a legegyszerűbb, ugye a korpusz volt, ami nehéz volt, ugye én belül nem festettem, tehát csak itt ezeket a külső részeket festettem, ha belsejét azt nem. Ami még szintén nagyon macerás volt, és láthatjátok, hogy kicsit meg is folyott, az ugye ennek a felső szekrénynek a festése, ezt nem tudtuk levenni, mert hát vályogfal, és ha levesszük, akkor nem voltunk benne biztosak, hogy vissza tudjuk rakni, úgyhogy ezt így függőlegesen kellett festeni, és hát ez nem lett tökéletes, de hogyha messziről nézzük, azért nem vészes. Ma felrakja végre a Zsolti az élvédőt, illetve lefesti ezt a falat, ugye ez még a csempézés óta így van, és akkor meg is vagyunk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok,
írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik az eredmény. Én nagyon-nagyon elégedett vagyok. Eszméletlen sok munkaóra volt, de összesen az alapozó, a két festék és a festék spray, meg mondjuk még számoljuk a szivacsot, a dörzsi papírt, meg mindent, összesen 20 ezer forintban, 22 ezer forintban kb. Megálltunk. Úgyhogy szerintem totál megérte. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, sziasztok!